Tehetségkutató judókupa zajlott szombaton a Padragi sportcsarnokban. A következőkben erről számolom be önöknek. Tamás bácsi, ahogy ígérte, elég nagy a nyüzsgés. Elégedett? Köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy Ajkának ez is egy jó hírverő versenye a judó tekintetében. Úgy tudnám összefoglalni, hogy még a legidősebb korcsoport mérlegelése folyamatban van, de eddig körülbelül 90 versenyző van itt 15 klubból az ország bármelyik részéről, Alföldről, Budapestről, Dunántúlról. Nagyon örülök neki, hogy kicsit javult az időjárás és bátran elmertek jönni. Veszprém megyeiek, tehát mi vagyunk a legnagyobb létszámmal, a többiek pedig változó, aki éppen így gondolta, de ez nem végleges létszám, hiszen még a vasútállomásra is most is ment ki segítség, akik vonattal érkeztek Budapestről. Jelen pillanatban tudunk-e valamit az eredményekről a kisebb korosztályokból? Én úgy gondolom, hogy mi az ajkaiak nagyon szépen versenyeztünk. Neveket sokat lehetne mondani, de inkább az az érdekes, hogy a szülői munkaközösség, a mi gyerekeink segítettek, összefogtunk, és szépen zökkenőmentesen ment le a versenynek az első harmada, kétharmad még vissza van. Úgy látom, jó a hangulat, sok szülő nyüzsög, izgulnak, segítenek, van büfé, gyerekek éremmel a nyakukban rohangálnak, tényleg családias a hangulat. Igen, a felkészítő versenyeknél ez egy nagyon fontos dolog, hogy bárki eljön, és véletlenül a korcsoportjában, súlycsoportjában nem lenne ellenfél, akkor őt egyen lejjebb vagy följebb tesszük, és küzdelem nélkül senki nem visz haza érmet a nyakában. Ez hozzátartozik ahhoz, hogy meg kell dolgozni minden éremért. Mi lesz a következő rendezvény? Látom itt a Fali újságon, hogy Zánkai nyár is ki van már tűzve. Igen, mi évekig a Sörsön tartottunk edzőtábort, utóbbi időben a Simon Judo Klubbal, aki salföldi, közösen rendezünk Zánkai Általános Iskolában edzőtábort, és a tábor végén egy hasonló amatőr jellegű verseny. Ezek az oktatással összefüggő versenyek, a mostani is tanév végén egy lehetőség annak, aki például Káptalanfáról bejött, hogy versenyezzen, de ez vonatkozik Balatonfüredre, Pápára, Veszprémre, bárkire. Van még hely a táborban? Lehet jelentkezni, vagy már teltházban? A táborban a jelentkezés meglehetősen bennfentes, hiszen a sajátjaink, de az internet jó voltából mindig szokott más klubból is vendégünk lenni, Récsággal közösen például. Ott is egy ilyen 50 főnél nagyobb tábort nem szervezünk, meg az még áttekinthető, ott még szépen tudunk komoly nevelési és edzésmunkát végezni. A mai versenyen kik a legfiatalabbak és kik a legidősebb versenyzők? A legidősebbek még nincsenek itt, tehát felnőttek és veteránok is szoktak küzdeni, ez körülbelül olyan 3 óra körül várható, hogy ők tatamira lépnek. A legfiatalabbak 10 évnél fiatalabbak, 8-9 évesek. A küzdősportok versenyszabályzatában nagyon komolyan veszik azt, hogy 10 évnél fiatalabbak csak játékos vetélkedőn vehetnek részt. Itt a szabályok nem annyira kötöttek, itt jobban elnézőek a versenybírók is, tehát a játékos vetélkedő az egy belépője az igazi versenyküzdelmeknek. Megismerik a bírói vezényszabakat, szabályokat, és nem történik nagy dolog, hogyha az egyik pillanatban ő nyer, a másik pillanatban az ellenfele, hiszen még a tanulásban is a kezdésnél vannak, tehát a játékos vetélkező az az első lépés a rendes küzdelmekhez. Itt azért már talán kicsit látszik is a fiataloknak a jelleme, a formálódás. Mindenképp látszik, hogy kiben van küzdőszellem, ki az, aki egy kis fájdalom esetén sírva fakad, de én ezt úgy gondolom, hogy az élet más területén is így van. Mit tapasztal? Jobban bírják a mai fiatalok, mint mondjuk 10-20 évvel ezelőtt? Tehát azért nagyobb a küzdelem, tovább mennek el? Az a klubmunkának a függvénye. Van olyan klub, aki nagyon fiatal korban már a küzdelmet tanítja, van olyan klub, aki jobbára a technikai elemeket tanítja, ez azért meglátszik, de én szerencsére azt mondom, hogy most is vannak őstehetségek, akikben benne van a küzdőszellem. Az Ajkai Klub specialitása az inkább a játékosság 10 év alatt? Mi megpróbáljuk azt elérni, hogy legyen gondolata a versenyzőnek, és próbálja azt végrehajtani.
és ezt nem lehet elég korán kezdeni, és ez igaz az élet más területére is. Tehát mondhatjuk azt, hogy önök a dzsúdó szellemében engedik az egyéniséget kibontakozni? Ez feltétlen igaz, hiszen ugyanazt a dobást más adottságokkal, más életkorral rendelkező másképp hajtja végre.